Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer egy festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel. A szélük összeért. Nem menne egy kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Még hogy én köszönjek egy sárgának? Morgott fitymálón a kék, és bizonyára lebiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És légy szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Látott már maga kankalint, meg őszi erdőt, maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó vagyok. Sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. De a sárgának nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a két festékpötty összefolyt. A kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty!